Pálos Szentkút. Erre az alföldi zarándokhelyre látogatunk el abban az évben, amikor az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend tagjai, a pálosok nagy jubileumot ünnepelnek. 700 évvel ezelőtt, 1308-ban volt a rend hivatalos római jóváhagyása. A pálos év ünnepség sorozatába illeszkedik a pünkösdi búcsú, melynek alkalmából több ezer hívő érkezik az ősi kegyhelyre. Az, hogy ezen a helyen már nagyon rég, tehát a középkorban volt templom, az bizonyos. Lehet is látni, hogy a környező kis tanyákhoz képest lényegesen magasabban van a templom, mert a templom alatt ott vannak a romok, amit aztán betakart a homok. És amikor a törökök erre jöttek, a helybéli lakosok a templomból kimenekítették az oltári szentséget, és abba a kútba helyezték el, ami ma is látható, hogy megvédjék a török ellen. Persze, hát ugye az ott maradt, az enyészeknek lett kiszolgáltatva, de mégis ide jöttek vissza az emberek imádkozni, így vált szakrális helyé Szentkút, kértek gyógyulást az Istentől, és gyógyulást nyertek, amikor megmosdottak a szentkúti vízben. Igazán azonban 1791-ben indult el ennek a helynek a fölvirágzása, amikor egy helybéli pásztorlegény látta a boldogságos Szűz Máriát nagy fényességben, és többet ide hívott, és hát erre a nagy tüneményre összegyűltek az emberek, és aztán innentől kezdve egyre többen zarándokoltak ide, gyógyulást nyertek a szentkúti vízből, és aztán megkapta az egyházi jóváhagyást a 19. század elején, és akkor egy nagy búcsújáróhely lett belőle, pünköskor 15-20, a régi időben még majd 30 ezer ember is összejött a pünkösdi búcsúra. A pálos rend életében mindig központi helyen állt a szüzanyatisztelet. Emiatt hordanak fehér ruhát, és monostoraik többsége is Mária kegyhelyen épült fel. Nem csoda, hogy a század előn hazánkba visszaköltözött rend, éppen ebben a kiskunsági faluban telepedett le. Olyan szép ez a név, hogy sokan azt gondolják, hogy ez biztos, hogy nagyon-nagyon régi, több száz évre visszanyúló hagyományra tekint vissza. Volt, aki idejött, és alig bírtam meggyőzni, hogy itt szó sincs arról. A pálosok 1940-ben jöttek ide először. Igazán mondjuk a pálosok a középkorban az Alföldön nem építettek kolostort. Hát miért nem? Hát az árvizek miatt nagyjából, tehát inkább a hegyvidékekre építkeztek. Maga a hely különben a Szentkút elnevezés az megvolt nagyon régóta, ősidők óta, de hogy a pálos atyák idejöttek, és abban az időben ugye a pálosok azért az egy fontos tényező volt a katolikus egyházon belül, éppen a magyar alapítású voltja miatt, így nevezték el ezt a helyet Pálos Szentkútnak, ami 1950-ben vitték el a pálosokat, pontosan nem tudom évszámban, de az 50-es évek elején változtatták meg a helyet Petőfi szállásra, amikor is az új falut elkezdték fölépíteni. Egy kicsit távol a templomtól, ez nyilván, hogy egy tudatos építkezés volt, de Szentkútnak meg nagyon jó, mert így legalább megőrizte a maga kis csendességét, a tanyasi jellegét, a maga zártságát. A rendszerváltás után 1991-ben jöttek újra Szentkútra a pálosok. Amikor 2003-ban ide kerültem, fölváltva Benedek atyát, akkor azt a feladatot kaptam, hogy építsük fel az új kolostort, mert lehetőségünk nyílt egy örökség folytán arra, hogy kolostort építsünk, és a legalkalmasabbnak tartottuk Pálos Szentkútot a csendje miatt, ugyanakkor pedig mégis azért az emberekkel is találkozunk itt, és nem beszélve arról, hogy mondjuk az Alföldön építkezni, azért az lényegesen kifizetődő, mondjuk, mint a mecsek oldalán bármit is építeni. De főleg inkább ez a csend és a remetességhez közelebb álló adottságok voltak azok, amelyek indokolták, hogy itt egy új kolostort építsünk. Nem csak a pálos atyák munkálkodása teszi élettel telivé a kegyhelyet, hanem az ide érkező emberek imája és a falubeliek önzetlen melléállása is. Sokat próbálok segíteni, próbálunk a többi fiatalra itt a pálos atyáknak, hogy elég nagy a terület itt Pálos Szentkúton, és próbálunk mind kinti munkálatokban, fűnyírás például segítkezni, mint itt Minestrán téren, elég összedetten próbálunk
mozogni. Úgy látom, hogy elég aktív az élet vallási tekintetben is. Hál' Istennek nagyon sok kicsi gyerek is van, tehát úgy látom, hogy az a ilyen 20 és 40 közötti szülőgeneráció már hozza a gyermekeit, és nagyon egyediek szerintem nálunk itt a templomban a Szentmiség, mert 15-20 közötti kisgyermek botorkál itt hol bent, hol kint a templomkertbe, és hál' Istennek az általános iskolás korosztályba, illetve most már átlépőben vannak középiskolába, ők is az oltár körül szép szolgálatot teljesítenek, és így kezd kialakulni így a vallási élet úgy egyre aktívabban, illetve hát az idősek, ők pedig őrzik a hagyományt. Ebben az évben ünnepálósoknak a 700. évfordulók, hogy megkapták a pápai jogot, és ezáltal nagyon sok program van, lesz motoros zarándoklat. Ide folyamatosan vannak programok, most jövő héten is azt hiszem lesz egy csoportok, jönnek folyamatosan, és azért úgy működik a dolog, és nagyon szépen alakul kint is bent, és mindenre, ugye az itt lévő fiatal atyák, plébános atyánk is nagyon, nagyon konkrétan odafigyelőkre, és próbálja itt a helyet minél szebbé tenni. Hogy ide jöttek botondatyáék, azóta volt, hogy kiépítették, felújították, illetve hogy a kispapoknak megépítették ezt a kolostort, úgy mondhatom, és szerintem egyre jobban összefogja a falut, és újból így híres lesz, vagy ismert lesz. Az ünnepi szentmise és a körmenet után újra elcsendesedik a pusztai búcsújáróhely, és a kiskuntanya világ megmutatja azt az oldalát, amely lehetőséget teremt a világ zajától való elvonulásra. Az elsődleges cél a kegyhelynek a szolgálata, de emellett nem kevésbé elhanyagolható módon az úgynevezett noviciátus újoncház. A noviciátusnak, újoncháznak a célja pedig az, hogy azok a fiatalok, akik beléptek a közösségbe, és egy bizonyos fajta jelöltségi időt töltöttek már valamelyik kolostorunkban, ez a jelöltségi idő, ez egy ilyen érdeklődés, ismerkedés a közösséggel, illetve a közösségnek a jelölttel. És amikor a jelölt úgy gondolja, na akkor tényleg nekivágok a szerzetesi életnek, akkor elkezdi az úgynevezett újonc évet, noviciátust. Erre a célra épült elsősorban ez a kolostor, és amikor az újonc elkezdi a számára kijelölt egy évet, akkor már előtte természetesen ide jön már korábban, mondjuk egy fél évvel, aztán amikor letelik a noviciátus, esetlegesen akkor is még itt tölt egy fél évet. Tehát a lényeg az, hogy olyan egy-két évet töltenek általában itt az újoncok, tanulják a rendtörténetet, a rendi lelkiséget, a szabályzatunkkal ismerkednek. Egyáltalán általánosságban a szerzetességgel, a remetességnek a lelkületével, és aztán meg kell, hogy tanulják a közösségi életnek a különböző ritmusát, formáját, a közös imádságot, a egymás elfogadását, elviselését, ami azért hosszú távon nem egy egyszerű dolog, hiszen itt nem a kölcsönös szimpátia és rokonszem alapján vagyunk együtt, hanem hát elsősorban Istenért, Jézus Krisztusért, és Jézusban akarjuk megélni a testvéri szeretetet, és így akarjuk szolgálni az országot, nemzetünket. Tehát erre szükség van, erre a noviciátus időre feltétlenül. Ilyenkor az újonc megvizsgálja azt, hogy ő mennyire alkalmas arra, hogy a pálos életet elfogadja, magáévá tegye, és ugyanakkor az előjárók is látják, hogy hát ez az újonc most tényleg tud-e alkalmazkodni, elfogadja egyáltalán ezt az életkú formát, vagy sem. Amikor befejeződik az újonc év, akkor úgynevezett ideiglenes fogadalmat tesz a szerzetes, ami azt jelenti, hogy egy vagy három évre elkötelezi magát a Jóistennek. Én általában azt szoktam mondani, hogy igazán, amikor már valaki elkezdi az újonc évet, de hogyha még akkor nem, de legalább amikor az ideiglenes fogadalmat leteszi, azért általában, ha már helyén van a szíve, akkor ő már eldöntötte azt, hogy mit akar. De mégis van egy lehetőség arra, hogy ez alatt a pár év alatt még mindig csak megvizsgálja, hogy valóban van-e hivatása, valóban meg tudja élni ezt a
szerzetes életet. Na most ezt az ideglenes fogadalom időszakát már a pécsi kolostorban élik a szerzetesek. Magyar élet mélyén izzott őzek gyúlnak, Krisztus király bűfiai Erzsébet imádnak. Boldog Őzsi Maldót atyám, keseredezve kérünk, gyűjtsed össze élőt,